Újabb csillaggal bővült az egri hírességek sétánya a pénteken az egri gyökerekkel rendelkező Tordai Teri, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő díszkövét leplezték le. Adjál nekem erőt a további terveimhez, mert tervek még mindig vannak. Tordai Teri 1941-ben Debrecenben született, de egrinek vallja magát, hisz 14 éves koráig itt élt. 1941. decemberében a bombázások elől menekültek el Debrecenből Egerbe, és költöztek az anyai nagymamához. Az itt töltött évek meghatározóak voltak számára. Pályafutását számos elismerés kíséri, 1985-ben Jászai Mari díjjal, 2012-ben érdemes művészdíjjal, 2015-ben kiváló művészdíjjal, 2018-ban pedig Kossuth díjjal ismerték el színészi munkáját. Büszkén vallja és mondja, magyar vagyok is, egri. Nagyon nagy élmény, bár ezt mindenki mondhatná így, hogy jaj, de örülök, nagy élmény, de nekem ez többet jelent, mert olyan arcok néztek vissza rám, itt álltunk ebbe a gyönyörű kis antik régi utcába, gyönyörű lett ez az aláírás, nagyon szép, de a mosolyokat, a szemeket, amiket itt láttam, egy csomó ismerős, az én korosztályomból, akkor a fiatalok, az unokák, a gyerekek, egy olyan családi hangulat volt, amit én érzek, amikor Egerbe jövök. De hogy ilyen szemeket lássak, hogy együtt van a családom, együtt van a rokonság, hazatértem. Nagyon nagy boldogság volt. Örülök, hogy odafigyelnek a sikeres emberekre, akik Egerben születtek, vagy Egerben nőttek föl, hiszen ennek a városnak az erejét adják tulajdonképpen. És én, amikor fiatal voltam, kislány, akkor én is azt néztem, hogy jé, ez ott született? Hú, és ez lett belőle. Hú, de lendületet ad a fiataloknak, hogy ez is innen indult. Ez a színész néni is, az a sportoló is. Hát ez nagyszerű. Úgyhogy ez jelenti nekem az, hogy én most itt állok, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen Egernek. Olyan gyerekkor is sok-sok élmény tartozik ide, hogy például az embereknek az egymás órá odafigyelése, hogy jóformán mindenkit ismertünk. Akkor még anyuka disznót is vágott, és hajtottuk a disznót az egyik utcán lefele. Aztán itt tanultam meg úszni az egri uszodában, és gyorsúszó lettem 100 méteren, de mikor megjött NDK-ból, mert akkor még NDK volt, a balettanárnő az összes kislány elkezdett balettozni. Itt jártam bábszakkörbe. A kettes általános iskolában jártam, ahol anyuka tanított. Tehát minden szép, stabil dolog minden Egerhez köt. Itt figyeltem föl a világra. Itt nézte, a kertünkben volt egy nagy fűzfa, hosszú fűzágakkal. És az volt az első függöny, amit széthúztam, még nem gondoltam, hogy színésznő leszek, és így csináltam. Ezek mind visszajönnek. Köszönöm, hogy itt lehetek. Míg 2018-ban döntött úgy az Eger Sikerérte Egyesület, hogy a történelmi belvárosban, az Érsek utcában létrehozzák az egri csillagok sétányát. A sétány alapításával mindazok előtt kívánnak tisztelegni, akik munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének erősítéséhez, mondta Forgó János, az Eger Sikerérte Egyesület elnöke. Ez a döntés már 2 éve megszületett, és most már nem titok, hogy Tordai Teri és Sike András a két új csillag tulajdonos. Sike Andrásnak október 15-én lesz, nem árulok el vele titkot, a újabb csillag. Nem volt nagy vita a személyeket illetően, mert mind a két jelölt megfelelt azoknak a kritériumoknak, amiket az elnökség támasztott. Tordai Teri kimondottan Egerbe született, 14 évig itt élt, egy gyönyörű pályafutás az övé, Kossuth díj, Jászai Mari díj, és büszkék vagyunk rá, hogy itt lehet, és egy újabb csillaggal ő gazdagodott. A művésznő a rajongókat az átadó után személyes találkozóra és dedikálásra várta.